Eredetileg nem fellegvár volt, és nem volt semmiféle vár, ennek kőmál volt a neve, ami azt jelenti, hogy a mell szónak a mély hangú párja, az például a rókamál az azt jelenti, hogy a rókának a hasa. És több ilyen hegyoldal van, délre néző hegyoldalakat általában mállal nevezték annak idején. Ez azért kőmál, mert ugye látható jól a városból is, hogy szakadékos, omladékos, köves. Akkor a túlsó oldalon van az Andornok mál, az valószínűleg, hogy személyi névről kapta a nevét. Az egy nagyon jó szőlőtermő vidék volt. Akkor itt kifele a törökvágásig az a hegyvonulat, annak Bornyumál volt a becsületes neve, ami világos, hogy valószínűleg ott legeltették az állatokat, és azért lett Bornyumál. Azután van még egy, a Bakamál, az arra a szénafüvek fele. Tehát ezek, mondom, mind ilyen délre néző hegyoldalak, amelyek nagyon kedvezőek voltak ott, például a Kőmálnak is, ugye az az oldal, amelyik a köves rész után van. A nagyon jó szőlőtermő termővidék volt. Lévén, hogy amikor a tatárjárás után 1275. István betelepítette a szászokat, akkor nagyon sokan jöttek olyanok, akik szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Nem csak iparosok voltak, de voltak iparosok is, akik egy kicsit tollasodtak, akkor alkalmazottaik voltak, akik megművelték a szőlőt, és a másik rész aztán majd holnap szó lesz a boros pincékről, amit a főtéren, illetve az akkori piactéren épülő házaknak az aljába létesítettek, amikből aztán a kolozsvári pihent agyak fundálták azt, hogy az alagútak. Az alagútak innen, onnan és onnan vissza, meg amoda. Ami ilyányos, hogy ilyesmi egyáltalán nem létezett. Na most valahogy úgy húzódjunk, hogy a kocsik azért tudjanak járni. Sajnálom. Ja, kiszállnak. Jó, akkor folytassuk. Szóval eljutottunk oda, hogy itt egy nagyon jó gyümölcs termő vidék volt, nem csak szőlő, hanem gyümölcsös kertek, tulajdonképpen szőlőnek nevezték régi magyar nyelven azokat, hogy azokat a gyümölcsös kerteket. Itt mindenféle kertek, mindenféle gyümölcsös kert volt, szilva, alma, körte, szőlő persze. És amikor a Rákóczi szabadságharcot 1711-ben ugye sajnálatos módon a császáriak leverték, akkor tulajdonképpen Erdély már korábban is a császáriak kezére került, mert Lipót császár ugye az 1600-as évek végén, amikor II. Apafi Mihálynak a fejdelemsége az Bécsbe végződött, mert szegényt oda elvitték és ott halt meg, és a fejdelemség akkor teljesen megszűnt. Már akkor ugye először rátették, aztán utána még a tököli féle szabadságharc még egy kicsit akadályozta a császáriakat, hogy nem volt zavartalan a hatalom átvétel, de azért már igyekeztek, például a jezsuiták már megérkeztek Kolozsvárra, meg ehhez hasonló, hogy mondjam, ilyen a császári hatalom ernyője alatti tevékenységek elkezdődtek, de csak kicsiben, mert utána ugye kitört 1700-as évek legelején kitört a Rákóczi szabadságharc, amikor megtorpant a császáriak terjeszkedése, és Kolozsvár is ugye nyilván, hogy kurucpárti volt, és alig várták, hogy a kurucok a közelbe kerüljenek, de hát a császári csapatok például bent voltak a városba, és bizony a kurucok keményen lőtték a várost innen a fellegvárról, illetve a kőmáról is, még a kolozsvári emlékíróknak több helyütt is feltűnik a írásában az, hogy olyan jó tüzérség volt már akkor, hogy innen a Kőmál tetejéről lőtték a Szabok tornyát, ami a városnak a délkeleti sarka. Hát persze, már ahogy ugye célozni lehetett azokkal az akkori ágyukkal, és meghaltak ártatlan emberek is, ez ugye óhatatlanul így van. Na és akkor a szerencsétlenségünkre úgymond a Rákóczi szabadságharcnak vége lett, és akkor 1711-ben a császári csapatok ugye megérkeztek Kolozsvárra, és ez a
Giovanni Murando Visconti, az olasz származású császári szolgálatban levő hadmérnöknek a tervei, ő dolgozta ki a terveket, elkezdték a vár építését. Na most az igazság az, hogy egy 1691. évi Kolozsvár térképen, az első térkép tulajdonképpen Kolozsvárról, azon már halványan be van rajzolva a várnak a terve. Na most ez a vár tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mire szolgál? Minek kellett ide vár, amikor ugye a törökök azok nem voltak már beszámítható állapotban, amikor Kolozsváron már ugye a Rákóczi szabadságharcot leverték. Minek kell akkor ide vár? Ki ellen védi meg a várost a vár? Hát éppen a várossal szembe védi meg, vagyis a kurucokkal szembe. Azért kellett ide egy erős, hogy mondjam, vár, komoly helyőrséggel, ágyukkal, ami aztán annyira ment, hogy például még 1849-ben a 48-49-es szabadságharcnak a leverése után is Urbán tábornok, amikor a Szamosfalva határában a két honvéd tisztet kivégezték, akkor megfenyegette a várost, hogy amennyiben akármilyen kis mozgás van, felvonatta az ágyukat, hogy szétlője a várost. Hát persze nem tudta volna, csak hát ugye fenyegetőzni lehetett. Azért mondom, hogy ennek tényleg azért még hosszabb ideig volt hatása. Na most akkor Steinwehr tábornok, ő volt az erdélyi a császári hadaknak a főparancsnoka, az ő parancsára elkezdődött az építkezés, de hogy is mondjam, a katonai kiméletlenséggel. Az mit jelentett? Az, hogy éppen, hogy is mondjam, ott tartott akkor az időjárás, ugye ősz volt, hogy betakarítsák a termést, a gyümölcsöket a kertekben, meg a szőlőt, nem érdekelte őket, kivezényelték a mozgóképes férfi lakosságot, és császári katonai felügyelet mellett kellett hordják a földet rá a gyümölcsfákra és a szőlőre. Úgyhogy ha jól meggondoljuk, itt a sáncok alatt, körbe, meg itt ahol állunk, itt tulajdonképpen alattunk ott vannak a gyümölcsfák és a szőlők, megkövesedve lehet, vagy mi, de tény az, hogy ráhordatták a földet. És akkor elkezdődött tulajdonképpen egy ilyen csillagrendszerű, fauban típusú sáncvárat, amelyen kiszögeléseken, majd mikor körben megyünk, akkor meglátjuk, olyan, hogy oldalazva lehessen védeni a kiszögelések közötti részeket, hogyha az ellenség ostromolná a várat, akkor azokból a kiszögelésekből a tüzérség ugye meg tudja semmisíteni a támadó ellenséget. Nos, hát vízesárokra itt nem volt szükség, mert először is nem lett volna víz, és akkor, na most még egy annyit még hozzátennék, hogy az, hogy sánc. Sajnos az erdélyi magyar nyelvben, Magyarországon nem, de az erdélyi magyar nyelvben a sánc nem kiemelkedést, hanem mélyedést jelent, ugye ez a románból átkerült, nem tudom milyen meggondolásból, náluk a sánc az gödöt jelent, és akkor ugye mi is visszavettük ezt a kifejezést, de az is közrejátszik, hogy a sánc alatti gödör az lett a sánc, nem pedig ugye nem árok maradt. Szóval, ha jobb meggondoljuk, hogy télen, amikor vannak a síugró bajnokságok, akkor ugye síugró sáncról ugornak, nem pedig nem a gödörből, hanem egy nagy magaslatról, mit tudom, hány méter, 40-50-60 méter magas az a síugró sánc. Nos, hát akkor ezek most, ez a sánc tulajdonképpen emelkedést jelent. Persze elvesztette a hadászati jelentősége, egyáltalán nem volt, mondom, mert nem volt, hogy kitől védeni. Itt ilyen sakbatartás, a rebellis kurucokat akarták sakbatartani. És akkor, hogy a város gyorsan meg tudják közelíteni, majd látni fogjuk, a Tiszkapun, vagy ahogy az eredeti tervrajzon van, a Wassertor, ez itt van ebben az irányban, az hiszem az az épületképek, amit most ott javítják a fedelit, azon lefele, a város felé a legrövidebb úton kiépítettek egy lépcsősort, hogy a császári katonaság, mondom, alkalom, és ha szükség adódik, akkor azon le tudjon gyorsan szaladni és megközelítse a várost.
és a Szamosra pedig egy hidat építettek, de mindezt a város költségén, persze a császári katonaság, ugye az a kisfiát sem mozdította, ezt mind a város kellett, kiadta a parancsos Steinwehr tábornok, és akkor a város végre kell, a városnak végre kellett hajtani a parancsot. És akkor élelmes emberek, mert mindig voltak, élelmes emberek ugye a lépcsősornak a két oldalán ilyen lebújókat építettek, ahol itallal, étellel és lányokkal persze ki tudták szolgálni a császári katonaságot. A végén ezekből a lebújókból egész csinos kis utcácska alakult ki, ami egészen 1960-61-ig létezett, még fénykép is van róla, és Lépcső utca lett a neve. Először Sánc Garádics sikátor volt a neve, aztán utána csak Garádics sikátor, aztán végül Lépcső utca, ugye már az a Garádics, az már túl népies kifejezés, akkor 1899-ben, amikor ezeket a régi beszélő neveket, a legnagyobb marhasság volt, amit valaha elkövetett, ebből a szempontból a városi tanács, majd 120-at felcseréltek ugye az ilyen jó értelmes neveket, hogy Középutca, mit tudom én, Kötő utca, Lépcső utca, Szappany utca, abból volt vagy öt is, és akkor hát ugye a jó kolozsvári, illetve jó nem kolozsvári ide telepedett értelmiségiek, ügyvédek, meg ugye a Kolozsvár 1872-ben egyetemi város lett, jöttek itt egyetemi tanárok, akkor a kórházakat, ugye az Erzsébet kórházat is felfuttatták, orvosok, de azok nem kolozsvári születésűek voltak, és akkor azok szegények azt mondták, hogy hát ki a fene érti az, hogy azt mondja, hogy alsó-külső szén utca, de a külső-alsó szén utca az nem ugyanaz volt. A külső-felső és a felső-külső is két különböző utca volt. És akkor azt mondták, hát ebbe bele lehet bolondulni, ugye? Hát az jókolozsváriak közül senki sem bolondult meg ezért, mert mi a Szappany utca, hogy Kurta Szappany, Hosszú Szappany, Görbe Szappany, Felső Szappany, Kőfasori Szappany. Igen. És akkor nekifogtak, és végül 1899 áprilisában a városi tanács hozott egy rendeletet, és akkor persze abban benne van az egész, megvan a rendelet, hogy melyik utca, melyiknek mi lesz a neve, illetve a középutca. Ja igen, aztán még voltak a belső-külsők, ugye? A belső közép, vagy belközép utca, abból lett a Deák Ferenc utca. Külső középből külközép, majd a külközépből lett a Honvéd utca. Akkor a Belmagyar utcából lett a Kossuth Lajos, a külmagyar az megmaradt magyarnak. Akkor a Híd utcából lett Veselényi. Mondjuk az nem volt. Ott is volt belső és külső, de mivel hogy a hídon túl, a hídelvén a Nagy utca az olyan nagy, hogy mondjam, Nagy utca is volt, meg a neve is annyira beívódott, hogy azt nem tudták külső híd utcává alakítani. Akkor Monostor, Belmonostor, Külmonostor, ugye? És akkor azt mondom, a Szén utcák. Ugye eredetileg a Széna volt, mert a németben is azt mondja, a Hajgász, tehát Széna utca, az a mostani Jókai utca, a Napoka. Hogy hozzátegyem, hogy aki nem tudja, hogy mi a Jókai. Eredetileg az volt, hogy Széna utca. Na most valószínűleg azért, mert ott hordták be a kaszálóról, onnan a későbbi Holdvilág utca klinikák felől, hogy mi kaszálok lehettek, onnan hordták be a szénát, és akkor, mivel hogy egy idő után a szénának lekopott az alja, és magyarul szén lett belőle, de mivel Kolozsvár az ízőnyelvjáráshoz tartozott, akkor lett belőle Szín utca. Érdekes módon ez a később betelepedő románságnak a nyelvében megmaradt, mert azt mondják románul, ott a Holdvilág utca teteje, Hajnal utca és az egész környék, Gyep utca, Gödrös utca, stb. Ennek úgy mondják románul, hogy Szín utca. Undestáj, La Szín utca, akkor az azt jelenti ott valahol. Na, szóval ezeket a neveket mind lecserélték, az alsó-külső Szén utcából lett a Mikó utca, a külső-felsőből lett a Trefort utca, vagy a mostani Bábes, és a külső-felsőből lett a Kökert utca, a Hásdél. És a felső, az is felső volt a folytatása ennek, a Holdvilág utca, az megmaradt Holdvilágnak, mert biztos ott jól lehetett felfele menet látni a Holdvilágot, mikor teli hold volt.
Na, szóval erről ennyit. Akkor felépült a vár, betelepült a katonaság, de hát ugye már az 1700-as évek vége felé már, már teljesen értelmetlen volt az egész, de azért fenn meg akarták szüntetni, de aztán végül mégis megtartották, és a katonaság az itt lebzselt, ugye még a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc idején, majd az első világháború után a román katonaság telepedett ide, aztán 40-ben megint a magyar katonaság, akkor németek is voltak, de azok nem itt bent, hanem kívül ilyen nagy sátortáborba, amikor mentek a Szovjetunióba, és aztán most valamikor a 60-as évek végén, a 70-esek legelején számolták fel teljesen egész éppen a katonaságot itt, és akkor kezdték el, tervezték és kezdték építeni a Belvedere szállodát. Nem mondom, mert tényleg szép a kilátás, de az volt az érdekes, hogy úgy látszik, én még nevettem is magamban, hogy esze volt annak, aki ezt a nevet adta neki, mert rögtön az jut az embernek az eszébe, hogy Bécsbe a Belvedere szállodába hozták az első és a második bécsi döntést, ugye? És úgy látszik, hogy utána észbe kaptak az elvtársak, mert elnevezték aztán Transzilvánia szállodának, de amikor a 90-ben magánkézbe került, akkor a magántulajdonos, nem tudom ki volt, de nem lehetett buta ember, azt mondta, mi az, hogy Transzilvánia? Hát ennek volt egy nagyon szép neve, szép kilátás, mint ahogy van is, hát akkor legyen Belvedere megint, és akkor azóta megint az a neve. Na, akkor induljunk el. Ja igen, még annyit, hogy a bécsi kapu, mert ott ment ki az út arra az északról, elkanyarodott aztán nyilván Bécs fele, ott végezték ki ezt a Stefan Ludwig Rothot, 1849-ben Csányi László, igen, ő volt az erdélyi kormány megbízott, és hát azt mondják, hogy ártatlan pap volt, meg ez, meg az. Hát lehet, hogy ártatlan volt, mert ugye nem tudom, mit nem lopott, nem rabott, de tény az, hogy rendkívül magyar ellenes kijelentései voltak, és szította ugye a forradalmi kormány ellen a szászokat és a románokat, nem kell különben nagyon sokat biztatni, mind a kettő teljesen a császáriak oldalán volt, és akkor, mikor elfogták, akkor ide hozták, rögtön ítélő bíróság elítélte, hogy háború volt, és kivégezték. Hát ez van. Másokat is kivégeztek, ugye ártatlanul. Például, hogy nem mondjam, Nagyenyeden, ugye, amikor betörtek oda, ott, a magyar helyőrség, nem tudom milyen ostobaság miatt, ott hagyta akkor, amikor ott voltak a Jankunak a csapatai, Szentesztévérnek a csapatai a város előterébe, és az első adandó alkalom, amikor látták, hogy a helyőrség elhagyja a várost, akkor betörtek 1849. január 8-án, ha nem tévedek, ugye, és akkor bizony ott van 800 embert lemészároltak, csak úgy, ugye? Gyerekeket, a időseket. Kit, hogy? Na, szóval akkor induljunk el, és most meg kapaszkodjunk. Vizes árok nem volt, mert itt egyszerűen, nagy említettem, egyszerűen nem volt víz. Nem vagyunk olyan csapadékos vidék, hogy felgyűjjön a víz. Esetleges ostrom alkalmával azért jól meg kellett az ostromló seregnek néznie, hogy mit tesz, hogy felkapaszkodik itt ugye ezeken a meredek oldalakon, mert lehetett itt mindenfélével kartáccsal, meg ahogy egerbe, ugye szurokkal, az asszonyok, meg forró vízzel az ostromlókat elriasztani. Szerencsére Csillagvárnak, amit említettem, az egyik ilyen csücske kiszögelése a csillagnak az egyik ága, az északnyugati ág. Most abból a szempontból érdekes ez, hogy szép a kilátás, jól látszik a lomb, a Bréthű, a csillaghegy ott szembe. És ami beépült, ez a teljesen, hát mit mondják, ez valamikor az első világháború után kezdett kialakulni a kővári teleptől északra, illetve délre, bocsánat, egy ilyen kis, néhány utcából álló új negyed, amit mostan minek is neveznek? Grúja, ez az. Hát ez tulajdonképpen fellegvári negyed, de. Tehát említettem, hogy 1711 után, 1713-ban kezdődtek a munkálatok, és körülbelül 23-ig tartott az építkezés, de az első nekifutásból nagyjából a sáncok
megvoltak, és akkor az utómunkálatokkal együtt még 1723-ban, például már arra megyünk, a másik oldalon fogjuk látni, hogy 1718-ban épült fel a Puskapor raktár, ami külön volt a szálláshelyektől, hogy nehogy Isten belecsap a ménykű, akkor ne pusztuljon el mindenki, hanem az ott külön féloldal, hogy mondjam, félreépítve, ott robbanjon fel. Na hát akkor menjünk. Most itt átmegyünk a bécsi kapunak a kijárata fölött, mert ez az épület a bécsi kapu fölött van, és át fogunk menni a bécsi, ahogy az eredeti tervrajzon van, Wiener Tor volt ez, azért mert itt volt a kijárat, úgymond azt mondja Bécs felé, hát persze nem volt itt országút igaziból, de hát lent a völgybe, ugye a Nádas völgyébe el lehetett menni a Bécsig is akár. Tulajdonképpen a sánc itt ment tovább, csak a szálloda miatt ketté vágták, ugye, és kiépítették az utat, hogy be lehessen jönni a várnak a területére. És akkor, hát ugye így oldották meg, hogy egy lépcsőn megyünk le, és nem tudom, a túlsó bizonyára van lépcső, vagy nem. Akkor kimegyünk egészen az északkeleti csücskébe, a Sáncvárnak, az északkeleti csücskébe. Tessenek úgy libasorban vagy kettősével bevenni odáig, és megnézni azt a tengerszint feletti magasságot jelző acéllapot. Az 1890-es évek végén, az 1900-as évek fordulóján, 1800-1900-as évek fordulóján ilyen, hogy mondjam, magas tengerszint feletti magasságot jelző azt a acéllapokat állítottak több helyütt a városban, legalább vagy 30-at, amiből alig maradt meg egy pár. A tetején az a keresztvágás az égtájakat jelzi, észak, dél, kelet, nyugat, és alól a kis tábla, már amelyiken még megmaradt, ezen megmaradt, ez a városnak tulajdonképpen, hát nem a városnak, hanem a Fellegvárnak a legmagasabb pontja, 399,993 ezred méter magasság az Adriai tenger szintjétől számítva. Tudnék, ugye a Habsburg birodalom annak a tengere az Adriai tenger volt, és az Adriai tengertől. Mert például a román hatóságok a Fekete tengertől mérték a tengerszint feletti magasságot, és a kettő között bizony van egy kis különbség, mert a Fekete tenger az valamivel magasabb, lévén, hogy az Dardanellákon és a Boszporuszon van csak kapcsolatban a földközi tengerre, és úgy látszik, hogy a beömlő vizek, a nagy folyók, mert sok nagy folyó van, azok megemelik kicsi a szintet. Hát persze nem olyan bizonyára néhány centiméter lehet, nem van nagy a különbség. Na akkor tessenek megnézni, mert aztán még... hány méter, nem tudod? 399,993 ezred méter. Ez. A főtér 341. A Szent Mihály templom küszöbben az 341. Jó, igen, nagyon szó. 55 méter differencia. Igen. Persze sok helyük volt, de egyfajtában tüntetik el, mert vannak ilyen műgyűjtő polgárok, akik szeretik a fémet. A fémet, igen. Bár ez egyszerű vas, ugye, öntvény. A teteje az acél, és akkor például a monostori nagyboldogasszony templomnak a egykori ispáni várnak is a egyik magas pontján is volt egy ilyen. Nekem megvan még a fénykép is róla, és az is, hogy hány száz méter, most kívülről éppen nem tudom. Hát egy szép napon sehol. Ott nincs. Itt mint a Győrfag útról is, ott is volt. Igen, pontosan. De van, ahol a ház oldalában, például a Deák Ferenc utca, ott a Román Színháznak a cukrászda felőli oldalán, ott be van építve a falba. Az azt hiszem még megvan, ha igaz. Monostoron is van, ahogy megyünk fel, a kis, milyen fájdalmas szűzanya
templom után, sörgyár után megyünk fel, mindjárt azután a kis templomocska után jobb oldalt, ahol régen a táncház volt, ott a katolikus elemi iskola volt eredetileg, annak az oldalában is van egy ilyen kis fém lap beépítve, és azon írja, hogy hány, milyen magas, és hogy hányas számú, hogy mondjam, tábla. A bőrgyógyászati klinikának az előadó termében is volt egy ilyen, még a 90-es évek elején is megvolt, és akkor átalakították, tatarozták az épületet, és akkor kitatarozták belőle, mert hát mi a fenének kell ide nekünk ilyen, hogy Kvár, vagy Kolozsvár, vagy mit tudom én, mi volt oda ráírva. A régi múlt el kell tűnni. Persze, nem létezik. Nos, megnézte mindenki, tessenek elmenni oda. Ilyen volt a 32-es még felé is, amerre megy a 32-es ilyen. A Györgyfalvi úton? Igen. Ott volt egy... Még kell a 32-es, mindjárt a jobb oldalán. Kemény Zsigmond. Az Zöld Kemény Zsigmond, szemben az a... A Zöld Kereszt volt. A Zöld Kereszt volt. Ferenc József, igen, a Zöld Kereszt. Ferenc József. És van, még megvan. Megvan? Nem ott, megvan, a Magyar Színház mellett. Igen? Ott, ahol várják a leányvárfelé menő magánkocsikat, tehát ott a most... Ja, igen, ott igen, megvan igen. Az a vasból, ha még megvan, ott aha. Megvan, még van egy. Na. Az, amikor az ember elmegy a színháztól a híd felé, ott van jobbra, megkapja. Mm-hmm. Na. Jó. Hányban volt ezt egy évvel? Nos, megnézte mindenki? Még vannak. Még vannak? Jó, tessenek akkor menni. Tessék? Nem értem. Nem tudom, hogy hányat, de 30 között. A romai számára. Tudjuk megjegyezni. Igen, 1900 jobban megjegyezni. 1900 előtt és után akkor. Ez, nyilván nem... Századforduló. Igen. Nem egyszerre, hanem úgy rendre állították ezeket a magasságot. Hát megvan most is, igaz? Azt kilátta. Megvan? Rajta a szám is, hogy 399,993. Komoly topográfus. 37-es. Mérések utakat biztos. Hányos számot? Akkor indulna. Javában folytott égedek a pontok. Ez romai szám. Hát nyilván akkor, ha ez 37, akkor még 40-nél is több. Tagosításnak adott a... Pirátkora. Nos, akkor volt mindenki? Igen. Akkor mehetünk. Volt a udvar közepén egy kút, és Páncél Ferencnek 1865-ben vagy 75-ben jelent meg egy Kolozs megyei földrajz könyve, és azt írja, hogy állítólag a kútnak a vízébe bedobott kacsa, azt megjelenik a Szamoson. Persze, ostobaság, mert nem volt ez. Először is, ha volt is kúta, semmiféleképpen nem volt összekötetésben a Szamossal. De mondom, hogy az embereknek a képzelő ereje, az fantasztikus, korlátlan, és olyan jó kis meséket tudnak kitalálni, hogy az nem igaz. Na, ez alagutak, amit mondtam, ugye? Ez kacsonyok, hát tudja, hogy valaki az alagutak. Van ilyen, hogy azt mondja, a Szent Mihály templom és a Moroskori Nagyboldogasszony vagy apátsági templom az alagutal van összekötetés. Aztán van egy változat, hogy a Szent Mihály templom meg a Moroskori templom a Leányvár. Akkor, hogy a felekkel, akkor, hogy a Felegvárral. Legutóbb volt egy olyan is, hogy például a Magyar Színházzal szemben van olyan kis terecske, és ott egy ilyen beton miféle van, amelyik valamilyen ilyen trafó, áramát alakító Michelinnek a szellőztető nyílása, és akkor egy román újságíró kérdezte tőlem, de nagyon lelkesen, hogy meséljem el az alagyú percet, mert azt mondja, ott valaki bemásztak, és a Felegváron jöttek ki. Hát gondolom, ha maga ott bemászik, akkor biztos, hogy a Felegváron nem fog kijönni. De hogy én nem mondjam, mert neki mondták. Hát mondom, akkor kérdezzenek azokat, ha jól tudják, hogy hogy van, mert én megmondom őszintén, én egyszerűen azt mondom, hogy ez egy nagy marhasság, semmi alap. Van alapja, de azt viszont nem hiszik el, hogy a főtéren ennek a nagy szőlőgazdák, a nagy horos hordókat, amikor hozták be, ugye a szület után, nem tudom, hogy a musta, vagy már borra teli hordókat, akkor nem tudták bevinni a kapu, mert a kapu kicsik voltak. Csak úgy oldották meg a dolgot, hogy a pincét, azt kit, hogy is mondjam, a ház falán kívül a föld alatt egy nagy nyílást vágtak,
és akkor egy mélyedést a házak elé. És azon a mély, az le volt takarva persze, jó vastag deszkával, ugye az lehetett járni rajta. Mikor eresztették be a hordókat, akkor ilyen tölgyfa gerendából, egy ilyen párhuzamos, nem tudom, ha vannak még, akik emlékeznek arra, hogy például a Sörgyárban, mikor hozták a sörös hordókat, akkor a strafszekérnek az oldalára volt téve egy ilyen szerkentyű, hogy úgy mondjam. Zámpa. És akkor azt oda tették a szekér végére, és akkor azon eresztették le a hordót óvatosan, ugye, hogy ne menjen szét. Na most ugyanez, ezt régen, ugye már ezt elfelejtettük, ennek a micsodának a neve korcsolya volt, és az, aki ebben foglalkozott, az volt a korcsolyás. Tehát a korcsolyás volt az, aki a hordokat beeresztette a gazdáknak a pincéjébe. És akkor, mikor ezeket befették, egy idő után ugye elkészült a kövezet, aztán leaszfaltozták, mindent, kipusztult a szőlő, az 1870-es években a filoxéra gyökértetű kiirtotta, akkor egyszerűen fölöslegessé váltak ezek a lejáratok, a hordok, meg minden. Elfelejtették az emberek, és akkor egyszer csak, nem tudom, javították az úttestet, alagút. Kaptak egy mélyedést, akkor ez alagút, ez oda kivisz minket egészen a monostori templomig, egészen a feleki tetőig, egészen a fellegvárig. Közben egy buta. Olyannal találkoztam, hogy ő maga bement az alagútba a New York szállodánál, és mentek, nem tudom mi hány métert a Szent Mihály templom felé, de vissza kell fordulni, mert be volt omolva, mondom. Na nem mond. Hát akkor miért nem, és nem jegyeztétek meg úgy fejbe körülbelül, hol, milyen helyen van? Nem azt, hogy amikor kijöttek, már elfelejtették, hogy meddig jutottak be. Szóval ezek minden ilyen légből kapott alaptalan mesék. Ennek a teteje kövről volt, ezt elértek, hogy ezt most majd 20 éve rakták rá, és kélelmes vállalkozó kibérelte, nem tudom, látszik is, hogy itt egy ilyen kis épített magának, és itt egy nyári kertés, ugye nem látszik, hogy az emberek nem fáradtak fel, de először ez az újdonság miatt még jöttek, aztán betegyek. A vállalkozás nem volt már a sok talán feltételezés volt. Hogy egy az első ispán, akit Miklósnak hívták, és azt Kluzsnak becézték. Knyezsa István, aki horvát helynévkutató volt, azt mondta, ez nem állja meg a helyét, mert ez a szláv helynévadásba csak jóval később a 16.-17. században következett be ez a becézés. Akkor volt egy másik, nyilván a másik változat, hogy ez egy latin eredetű név, mert hogy azt mondja, hogy a clusium, clusa, cluse el lehet ott zárni, mert ez nyilván az első név, a Cluj, az a izére vonatkozott az ispáni várra, a monostori ispáni várra, ahol aztán később a bencés apátságot alapították az 1660-as években. Első László, vagy Szent László idején, és hogy ez a latin névből jön, és a településnek az volt a neve, mert ott könnyen el lehet zárni a szamosnak a vizét. Ez tényleg azt jelenti, hogy elzárni. Na most kérdem én, ha ez igaz, akkor a napok a név ugye 271-ben Aurelianus kivitette Erdélyt, vagy Dáciát, és akkor visszavonták a római légiókat, mert nem volt kifizetődő azért az egy-két aranybányáért, meg sobányáért akkor a katonaságot itt tartani, és a gótok nyomása már olyan erős volt, hogy egyszerűen nem érte meg. És akkor kiürítették. Na most ez mit jelent? Nyilván, hogy ők azt mondják, hogy igen, de a lakosság nem ment el. Na most ki volt a lakosság? Amikor... A légiók. Igen. Ki volt először is rendkívül kis népsűrűsége volt ennek a területnek. Azután a dák-római háborúk azok nagyon megritkították, a férfiakat elhurcolták, mikor legyőzték a dákokat, akkor elhurcolták rabszolgának. Ez volt különben a rómaiaknak a technikája, nem volt nagy dolog, mert mondom, kicsi volt a népsűrűség, nem sok település volt. Szarmiszegetúza, Napoka, Potaissa, mit tudom én még melyik, micsoda. És akkor a lakosság elment, mert a gótok azok a
a meghódított területek lakosságát rabszolgává tették, és avval kereskedtek. Rabszolgákat adtak el a Római Birodalomnak, borér, szövetér, ilyen-olyan élelmiszer, búzáért, meg mit tudom én miért, ugye? És akkor ki a fene volt bolond, hogy itt maradjon, hogy ő rabszolga legyen? Már csak azért is, hogy én még azért is itt vagyok, hogy meglegyen a folytonosság, ugye? Mert hát arra megy ki a játék. Előre gondoltak. Igen. Ők tudták. Na, szóval a lényeg az, hogy világos, hogy bolond volt, aki itt maradt. Bizonyára voltak egy páran, de akkor találtak ilyen leleteket, például itt az Óvárba is, kaptak egy, még a 90-es évek elején nagy ilyen Terra Sigillata nevű kiváló minőségű római fazakat, ami tele volt arany és ezüst pénzzel. No, ez a döntő bizonyíték, hogy mi itt voltunk. Hát igen ám, csak hogy elmentünk, mert olyan súlyos volt az edény, hogy a fene tudta elvinni, ugye? És elásták, hogy majd, ne adj Isten, visszajövünk. Itt Erdély területén több száz ilyen leletet találtak, földbeásott leletet, ami világos, hogy az bizonyítja, hogy aki elment, az elásta, hogy majd ne adj Isten, később visszajön. Hát nem tudott visszajönni, mert már nem volt hova és nem volt honnan. Mert innen aztán Eutropius leírja, hogy a Dunától délre hozták létre az új Dáciát, Mőziába. Tehát a mai Bulgáriának a Dunával határos északi részén. És oda telepítették le az dáciai lakosságot. Na most, ez 271-ben volt. Bejöttek a gótok. Hát egyszerűen a gótok nem tudták, hogy mit kezdjenek az ilyen épületekkel, mint amilyen itt volt, ugye napokában is voltak kőházak, meg mit tudom, és nem csak itt, hanem máshol is. Még villák is, például a Túri hasadék, Tordai hasadék felé menet, a Túri hasadék közelébe is van egy hely, ahol egy római villának a nyomait találták meg, pénzekkel, meg eszközökkel, meg mit tudom én mivel. Na most jöttek a gótok, akik ugye vándornép volt, ők ilyen, hogy is mondjam, földbe, félig földbe ásott gödrökbe hoztak létre maguknak szálláshelyet, amit néhány gerendával befettek, és arra tettek, mit tudom én, állatbőrt, vagy milyen lapot, ezt vagy azt. Tehát ők egyszerűen nem jöttek be a házak közé. Most itt ette meg a fene a házakat, mert senki nem gondozta. És a Csolnoki nagyon szépen leírta, ugye földrajztudós az ilyesmit nagyon jól látja, hogy az évszázadok során ezeket az elhanyagolt épületeket és nem lakott településeket, például itt Kolozsvár konkrétan, ugye a nagy nyári záporok idején a házsongádból lehordott föld meg homok szép lassan-lassan betemette. Úgyhogy mikor aztán ugye a gótok után jöttek a hunok, azok csak rövid ideig jöttek, mentek, ugye, mert azok aztán összebalhéztak a rómaiakkal, és akkor utánuk jöttek az avarok, jöttek a gepidák, aztán jöttek az avarok után jöttek a szlávok, és végül a bolgárok. Hát a bolgárok mondjuk nem sokat vizet zavartak, ők egyszer már el voltak szlávosodva, hogy gyakorlatilag csak az uralmuk alá hajtották ezt a vidéket fel egészen a Borsa völgyéig. Tehát Erdély, Dél-Erdély, egész a Borsa völgyéig. Na most akkor kérdem én, a lakosság hirtelen észbe kapott, hogy állj meg, jönnek a magyarok, gyorsan adjunk el latin nevet a francba belé, akkor legyen a Clusiumból Cluj. Hát másképpen nem tudom megmagyarázni, csak így, hogy voltak öntudatos emberek, nem tudom, pártgyűlésen, vagy milyen gyűlésen, ugye feldolgozták, hogy most nekünk itt a latin névkemény, meg kell bizonyítsuk ezeknek a rohadt rabló magyaroknak, hogy igenis ez a milyen kort évszázadokra visszamenőleg. Egy nyavaját, itt szlávok laktak, hát ilyen szép nevek, mint azt mondja, Kraszna, Gorbó, Beszterce, hogy csak egy kapásból hármat mondjak, ugye, Magyarországon, Balaton, Bolete, ugye, mocsaras, ingoványos rész, Veszprém, ami eredetileg Beszprém volt, Nógrád, mint Novigrád, Újvár, Visegrád, Magasvár, Felsővár, Csornigrád, Csongrád, Feketevár, vagyis Földvár. Hát ha annyi szláv név van mindenfel, akkor pont ez nem, ez kivételesen nem szláv. Ez az egyik, a másik pedig az, amire soha senki nem figyelt fel, nem tudom miért. Én mikor mondtam, és ezt megírtam akkor az egyik nyelvésznek, aztán nem tudom azt, hogy melyik ujjából szopta, hogy a Nógrád megyébe, nem is Nógrád, hanem Nyitra megyébe, bocsánat, hogy az ott van a Trencsén, a milyen patak.
attól is egy kicsit nyugatabbra. Mindegy. A lényeg az, hogy ott a... Hogy a fenében nem jut eszembe. A Nyitra folyó, mert a Nyitra ugye az egy folyó. A Nyitra egyik mellékpatakának a völgyébe 1230-ban jegyeznék egy ilyet, hogy Kluzs monostora. Hát akkor mi a fene? Ott is latinok voltak? Nehogy voltak. És akkor honnan van? Hát az még amikor letelepedtek az eleink, akkor, még akkor is szláv gyepű volt, tehát szlávok raktak arra felé, ugye? Maga a név, hogy Nyitra, az is. Nyitra, Topolcsány, Trencsén, ezek mind gyönyörű szláv nevek. Beszterce, ott is Beszterce bánya, ugye? Hát világos, hogy akkor ez is Kluzs, az is Kluzs. Akkor ez mi? Ez latin? A szláv? Már ne csináljuk ilyen diszkriminációt, hogy ez ilyen, ez meg olyan. Világos, hogy ez is szláv. Csak nem tudom, hogy ez nem megy bele. Érdekes módon a magyarországi nyelvészek is azt mondják, hogy hát igen, de ez a Kluzs, ez tulajdonképpen a germán Kluzéból jön, és az tényleg azt jelenti, hogy elzárható. De hát hol voltak itt germánok, kérdem én, a gótokon kívül, akik mit tudom én, itt voltak vagy 100 évig, 200 évig. Az akkor fennmaradt volna, itt is fennmaradt volna, ott is, nem tudom, a felvidéken voltak-e gótok, nem tudom. Meg gepidák, hát a gepidák azok is germánok voltak. De hát ezt sehol senki nem jegyezte le, nem hallottak róla, senki nem tudott semmit. Érdekes módon a folyóknak a neve az fennmaradt, mert ugye azokat messzi földön ismerték, a Dunát, ugye Donau, Danubius, Dunaj, Dunav, Duna, akkor a Don, ilyen a körös, Kres, Keres, Maros, Morisz, Szamos, Számusz. Ugye? De azt is a szlávok tették, a számuszból lett, ami nem nyilván, hogy nem latin név volt, hanem ki tudja, még azelőttről való név, amit aztán ők számusznak vettek át, és akkor a szlávok csináltak belőle szamost, mert ez világos, hogy az S megmaradt, de az S a végén, S a latinban nem volt S. És ehhez hasonló dolgok. Tehát a folyó nevek az egészen más káposzta. Györfi Györgynek van egy helynévkutató, csodálatos történész, a Tárpát-kori Magyarország történeti földrajzát, sajnos csak 4 kötetet írt meg az öreg úr, már meghalt. Megyénként, hát szóval valami fantasztikus, azt mondja, hogy a legdöntőbb a kis folyóknak a neve. Milyen folyónevek vannak erre fele? Kraszna, mint mondtam, ugye Beszterce, Nádas, Békás, Almás. Almás az van, vagy 3 is. Békás is van, 2. Nádas is van. Akkor ott van Lápos. Na és hogy Berettyó. Ugye a Berettyó az nem, hogy is mondjam, egy ilyen légből kapott név, mert a Berettyó az eredetileg Berekjó volt, vagyis Berkes folyó. A régen a folyónak, a régi magyar nyelvben jót mondtak. Vagy ott van például a Sajó, Savjó, Sós folyó az eredeti neve. Ugye? Hát akkor hol vannak az őslakosok? Ki az, aki ezeket a neveket adta? És ki az, aki ezeket a neveket átvette? Nem mi, mert mi adtuk. Mások átvették, ugye? Lett belőle Nádes, Bisztrica, hát a Bisztrica az eredeti, mert ugye a szláv. Fizes. Álmás, igen, Fizes. És ezt így folytathatnánk aztán az idők végezetéig. Igen, hát például voltak ilyen érdekes névmagyarázatok, én nagyon élveztem különböző ilyen tudományos folyóiratokba, hogy azt mondja, hogy a Máramaros szigetnek a neveből a sziget, az nem sziget. Az egy ősi, nem tudom mi, de annak semmi köze nincs a magyar szigethez. Jó. Azt mondja a másik névmagyarázó. Hunyadvára. Ugye ők a magyarban, itt van egy nagyon érdekes dolog, amit nem mindenki tud, és még nyelvész is hallottam még ilyet is, ez soha nem igaz, nem volt ilyen, hogy a magyarban eredetileg nem volt V, tehát fog ajak V, hanem egy ilyen ajak V volt, azt mondták, hogy Kluzsvár, ugye? Amit a román fül magánhangzónak hallott, és ezért lett a seges várból Szigi Soará, Temes várból Timi Soará, a tolvajból van egy nagyon jó román mondás, hogy tuluáj damni. Na hát a tuluáj az a tolvajból jön. És csak utána alakult át ez az ajak V, fog ajak VV. És azért írták dupla V-vel, mert a másik V-t azt fenntartották a rendes, később aztán alakult ki ez hogy is mondjam, a központi vidékről, tehát a Duna-Tisza közéről,
terjedt kelet felé. Itt például Kolozsváron még az 1400-as években is úgy van leírva, hogy dupla V-vel van Kolozsvár írva. Ez nem véletlen, mert a dupla V-vel jelezték ezt a ajak-ajakvét. De és csak az később inkább úrussal hangzott, nem? Igen, hát azért mondom, azt úgy mondták, hogy Kolozsvár, ugye? Igen. És akkor nyilván mondom, a románban mindig is volt fogajakvé, és akkor ők ezt egyszerre magával, mert tényleg úgy is hangzik, ha jól meggondoljuk, ők annak hallották, és akkor illett ez a sok érdekes név, és hát számtalan példát lehetne erre sorolni, hogy nem egy magyar nyelvész mondja azt, hogy gyakorlatilag a román nyelv bizonyítja legjobban azt, hogy a magyarban nem volt eredetileg ez a fogajakvé, csak ajakvé volt. Na, hát szóval nyilván mindenki átveszi, és úgy ejti a maga a saját nyelvének a sajátossága szerint, ugye? De a magyar azért tisztább hangokat ejtett, nem? Hát nem tudom, hogy mennyire voltak, mert az... Mai napig is ez bizonyítja. Igen, fonetikusan beszélünk, ejtünk. Igen. De például nagyon szép dolog az a régi szövegből, nem tudom, mi is annak a neve, de maga a szöveg, amit leegyeztek, ugye nyilván latin szövegbe beágyazott magyar szöveg, hogy azt mondja, fehérú, váru, huáru, menő, hodu, utu, rea. Tehát a világos fehér várra, menő, hadi, útra. Mert akkor a rea, rá az külön szó, nem egyszerű rag volt, és azért a fehérú, huáru, menő, hodu, utu, rea. Na, hát szóval akkor... helyben vagyunk, Kolozsváron, mert a filmben nincsen ez a zöngés G, és akkor egyszerűen elhagyja a P-t a propagandából, és marad az R, és lesz bele a ropakanta. Ezért van a stallum helyett istalló? Hát pontosan, így van, iskola a szkolából, és ez érdekes iskola. Módon nem csak a magyar nyelvnek az jellegzetes a finugor nyelvnek, hanem nyugaton az ős nyelv, ami a nem lehet tudni pontosan, hogy milyen népesség volt, de a Ibériában például, és ez a francia nyelvre is kihat, ők is használják az iskának, hogy école, ugye? Igen. Étudiant. Nem használják, hogy student, hanem azt mondják, hogy étudiant, mint a spanyol is használják, hogy estudiante, ugye? És ez megvan a baszkban is, pontosan ugyanígy. Tehát a baszk az egy olyan ősi nyelv, ami jóval a romaiak előtt már ott laktak, ahol a mai napig, és... Például volt olyan magyar tudós is, aki azt mondta, hogy a magyar nyelv a baszk nyelve rokon. Hát elég meredek feltételezés, mert azért nem, de hogy is mondjam, szerkezetileg a baszk nyelv hasonlít, illetve a magyar a baszkhoz, mert a baszk az ősebbi, ősi nyelv, hogy az is ragozó nyelv, mint a magyar. Tehát nem azt mondja például, azt mondja az embernek, hogy gizon, és az ember gizoná. Az emberek gizónák. Tehát a szó végére rakja. A ragokat pont mind hogy a Malom utcát kiszélesítsék. És akkor az eredeti a Puskaporos torony, az észak-nyugati védmű a falrendszernek, az erődi rendszernek a észak-nyugati sarka, az itt volt a Puskaporos torony, az 1850-es években bontották le, mert Beres Ferencnek egy körbe innen készült felvételén már csak a helye látszik. Még megvan, látszik a fal is, ami ment aztán arra kény irányba, a másik fal meg kelet irányba. Ott a kertenség, ott ahol van a sárga ütület. Igen, hát az már egy teljesen utolagos valami. Na most Beres Ferenc, ez tényleg egy nagyszerű fényképész volt, hát elgondolhatjuk, hogy már 1850, igen. 1859-ben fényképalbumot állított össze Kolozsvárról, a korabeli Kolozsvárról. Itt lakott a Bartamikos utcában, ahol van először itt a Malomárok után rögtön egy földszintes ház, utána van az úgynevezett Emilisák ház. Na a háznak az elődje, az az övé volt, csak kertje kirúgott a Malomárokra. Van az egyetem most? Nem. Az a... Bizony? Nem, a második itt ház. Itt erről felfele menet jobb oldalt a második ház, egy emeletes ház, ami kirúg a hogy hívjákra, a Malomárokra, és fölötte meg egy emeletes háznak a tűzfala látszik,
Tehát ennek is a tűzfala látszik meg a két emeletes háznak. Az az egész kívül a veres keresztet, a stúdiója, a kritikus kívül remontolták annak idején, és a kertje pedig kívül volt. Igen, most is nyomott látszik, hogy van egy ilyen sárga épület, meg van szépen ki van csinosítva, az Alamárok partjában. Alamárok jobb partján. Nos, akkor a falad itt húzódott erre felfele, de ez már eredetileg az Óvár fala is itt volt, tehát itt saroktorony, az már gyakorlatilag az 1200-as évek végétől, 1300-as évek elejétől körülbelül nem tudom mikor, mert nincs erre említés, hogy mikor kezdték az Óvár falait építeni, mert a szászokat és a vendégeket 5. István 1270-ben telepítette ide, hogy a tatárjáráskor elpusztult lakosságot pótolják, mert nem, hát elgondolhatjuk, hogy azért elég nagy vérvesztesség volt, amúgy sem volt nagy település Kolozsvár, az Ispáni vár és a Bencés apátság, ugye az Ispáni vár megszűnt, a Bencés apátság, és a körülötte levő az öt kiszolgáló településnek sokkal több lakosa volt, mint a Szent Mihály, a kis falusias Szent Mihály templom körüli településnek a lakossága. Ez tulajdonképpen a külvárosa volt Monostornak, de akkor még nem Monostor volt a neve, hanem Kluzsvára. És a tatárjárás után aztán úgy látszik, hogy letelepítették ide a szászokat, akkor ezeresödött meg, és Monostor kezdett el gyengülni, de aztán külön is váltak teljesen, akkor már ezt kezdik említeni Kolozsvárként, és az pedig Kluzs Monostora jelenik meg a... Az védtelenebb volt, mint hát igen, de eredetileg ott volt a jobb védettségű hely, mert az ispáni várakat, István idejében, amikor a megyék kialakultak, akkor mind magaslatra építették, ami könnyen védhető volt. Mert itt azért síkvidéken nem igen lehetett volna egy olyan várat építeni akkor, mert nem volt miből, nem volt erő rá, ugye ki építse, hát alig lézengett itt egy pár ember gyakorlatilag, ugye ezek ilyen néhány száz fős, amelyeknek már 1000 lakosa volt, az már ho-ho-ho, nagy település volt. És ez a betonoszlop az? Ez igen, ez a dicső polgármesternek a agyszüleménye. Igen, de szerencsére. Az ő agyszüleménye. Nem tudom, hogy levették a műgyűjtők a bronztáblákat róla, vagy azok a bronzgyűjtők vették le. A bronzos bronzgyűjtők. Az igazság az, hogy előttük nincsen se Isten, se ember, de ők is meg kell éljenek valamitől, ugye? Na és akkor utána jelent meg ez, látom, letakarították, ide tették ezt, hogy a... Itt volt egy vaskereszt valamikor, amit a kommunisták lepontoltak. Az nem itt volt. Nem, itt volt. Itt, ahol megy le a hol van az a... Szerpen. Itt van, van egy lépcső. Itt van egy lépcső. Ott van az a kicsi homokos rész, ott volt egy fakereszt. Na most ezt tulajdonképpen eredetileg a császári tisztek állították, mert ugye hogy is mondjam, Ausztria, hát akkor még nem Ausztriának mondták, mert akkor egyszerűen, hogy is mondjam, a Habsburg birodalomnak a része volt. Hát ők nagy katolikusok voltak, és ki nem állhatták se a reformátusokat, se az unitáriusokat, és a magyarok, meg Erdély különösen az volt. És akkor ahol kezdték, hogy olyan császári tisztek azok fel voltak háborodva, hogy ezek a pogány kálvinisták, meg ezek az istentagadó unitáriusok itt kereszt nélkül élnek, és akkor ide felállítottak egy keresztet valamikor az 1700-as években. Aztán az fából volt, megsemmisült, aztán még egyet, és akkor végül 1919 után egy görög katolikus polgár, a neve is megvan valahol, van valamilyen popnak hívták, akkor az ő költségén állított ide egy keresztet, amit aztán 49 fordulóján, ha nem tévedek, tél volt, azt tudom biztosan, felrobbantották, mert jó halszott a városban, amit a belvárosban laktunk. Egy nagy dörrenés volt, és akkor másnap már futótűzként terjedt, hogy a Felegvári keresztet felrobbantották. Aztán állítólag, én erről megmondom őszintén nem tudom, mert én akkor 12 éves forma voltam, 13, hogy volt, aki azt mondta, hogy olyan nagy volt a felzúdulás, hogy visszaállították.
Hát én nem merném állítani, hogy azért 49-ben nagyon zúdultak az emberek az ilyesmire, mindenkinek reszketett a gatyája. Isten tövölet. És igen, és akkor azt egyszer még a nyomát is eltüntették. És akkor jött ez az okos, hogy ide kell, de annyira hülye, hogy nem vette észre, hogy ez tulajdonképpen katolikus kereszt, és nem görög. Szóval Istenemre mondom, ilyenkor az ember nem tudja, mit csinálni, sírjon vagy röhögjön. Hogy valaki ennyire bunkó lehet, és ő nagy város felújító. Inkább örvendjen. Na, akkor még esetleg, akit érdekel, menjünk egy kicsit arra felé, hogy nézzünk el a Cluj-Monostra felé is. Amit aztán azt megjegyzem úgy mellékesen, hogy most mindenki hűségesen Kálvária templomnak mond. Mert az apátsági templomot azt valamikor ugye az első ezredforduló után építették, ami ugye aztán elpusztult, akkor a tatárjáráskor is elpusztult, újraépítették. Végül annyira tönkre ment az, ami ennek az előzménye volt, hogy amikor volt az egyik kolozsvári emlékíró az 1700-as évek elején leírja, hogy a kurucok merre mentek és hajtották a lovakat, és hogy a labancok meg a templomból, az apátsági templomból lőtték a kurucokat, és vissza a vágásút. Aztán utána lett török vágás, mert addig csak vágásút volt. Onnan meg vissza a kurucok, és a végén annyira tönkre ment az egész templom, hogy helyre kellett állítani. De már az 1700-as évek vége felé már csak raktárnak használták, mert nem volt jó semmire. És akkor Rudnai Sándor, a gyulafehérvári római katolikus püspök engedélyt adott arra, hogy a hajót lebontsák, és a Farkas utcai katolikus liceumnak az építésére használják fel azokat a köveket. És akkor csak a szentély maradt meg, amit aztán kápolnává alakítottak, ez 1823 körül volt. És akkor 31-34-ben építették azt a keresztjáró útat, a Kálváriát, ami látszik az útról is, hogy megyünk rögtön jobbra. Na most Beres Ferencnek a fénykép gyűjte albumába megvan a korabeli Kálváriának is a képe, hogy nézett ki. Ez egy ilyen fölkör alakú építmény volt. Tönkre ment azután, ugye, és nem gondozták, és amikor 24-ben a monostori templom, igen, bocsánat, még visszamenjek egy kicsit előzőleg, hogy a millennium évében azzal ünnepelt a katolikus egyház többek között, hogy visszaépítették úgymond a hajóját a monostori templomnak. Igen ám, de már akkor már Kálváriáról beszélt mindenki, és akkor már ez a Kálvária név átvonódott a magára az újjáépített templomra, és akkor hát elsősorban a románok lehettek azok, mert a monostor közben javába elrománosodott, bár románul a Kálvária az ég adta a világon semmit nem jelent, és különben is se a görög keletieknél, se a görög katolikusoknál ilyen nincs a keresztjáró út. De a magyarok, a jó magyarok átvették ezt a nevet, és akkor mindenki azt mondja, hogy a Kálvária templom. Hát én ezt mind úton, útfelé mindenkinek rágom a szájába, hogy a Kálvária az Kálvária, és a templom az templom. És a kettőnek egymáshoz annyi köze van, hogy a Kálvária a templom közelében van. Schluss. Na, hát akkor menjünk és nézzük meg. Gázsőr tartott előadást a templomtól. Így ott a temető alatt van, azt a jezsuiták építették a monostori románoknak 1720 körül, és akkor eljárták, mert a görög katolikusok elismerték a pápa fennhatóságát, eljárták Rómába, hogy a monostori templomot azt adják át a görög katolikusoknak. Csak a 25 évre a római katolikus egyház bérbe adta a görög katolikus egyházat. Na most mielőtt még a 25 év lejárt volna, 1948-ban a román kommunista új hatalom az egy tolvonással felszámolt a görög katolikus egyházat, mert ugye az a pápával kapcsolatban volt, és sztalini ihletésre, aki szintén a Ukrajnában a görög katolikus, mert ott is erős görög katolikus egyház volt,
a görög katolikus egyházat, hogy ne legyenek nyugati kapcsolatai, felszámolta, és a pravoszláv egyháznak a birtokába került minden görög katolikus tulajdon, és ugyanúgy itt is a görög-keleti egyháznak a tulajdonába került 48-ba, és így lett az egykori csúcsíves, apátsági, bencés apátsági nagyboldogasszony templomból görög-keleti templom. És akkor, mikor elkezdték építeni a monostori negyedet, akkor a katolikus egyház puhatolózott, hogy hogy lehetne visszaszerezni, mert gyarapodtak azért a római katolikus hívek is ismét monostoron, ugye az építkezéssel, a lakonegyed építkezésével, de hát szó se lehetett róla, és akkor végül 1990 után egy olyan görög-keleti pap teljesített szolgálatot ott a templomba, aki tudta nyilván a történetet, és akkor megengedte, azt hiszem 91-ben, hogy a római katolikusok is misézzenek csütörtök délután a templomba. Azzal az ígérettel, hogy a Kalányos utcába építenek egy új templomot, és amikor az fel lesz szentelve, vagy legalább egy része, akkor az apátsági templomot visszakapja a római katolikus egyház. Így is lett, és 94-ben ők elvonultak a Kalányos utcába, és akkor az egykori apátsági templom az visszakerült teljes egészében. Igen, Kádár Istvánnak az erőszakos. Igen. Na, hát minden esetre azért a görög-keleti pap az nagyon rendes volt, mert emlékszem, hogy Vas Magdus néni mesélte, egyfolytában járt oda ki, és ő elmesélte az egész történetet, onnan tudom részletesen. És akkor egy nagy átalakítás, felújítás, mit tudom én, ki, falakat, le, festéket, stb. Hát minden esetre a görög-keleti hívek, nem a pap, a görög-keleti hívek rémesen piszkosul viselkedtek, mert... Lopott valami, az minden jól jön. Magyarul mondva szarra bekenték az ajtót, összetörték a fali újságot, a hirdetőtáblát, összetörték, összekalapálták a lefolyókat, a csatornákat, és akárhányszor megújították, mindig újra és újra kezdték. Igen, befogadó. És akkor ráadásul az Antikrisztusnak a keresztjét, tehát a fordított keresztet, azzal befestették körbe, nem tudom én hányszor, talán három lefest, lekaparták, újra befestették, de mindig éjszaka. Mert a bátor emberek azokat éjszaka leple alatt, persze. Na, aztán utána végül, és akkor alvilági. Igen, az is érdekes volt, hogy például volt ismerősünk, aki azt mondta, hogy oda járt a templomba, mert oda valósi volt, ugye és monostori, hogy nem tudják, azt mondja, ottan a hírek kérdezik azt, amikor jönnek ki a miséről, hogy hogy kerültek ide ezek az idegen nyelvű sírkövek. Mert ott ugye temető volt, mint ahogy mindenütt a templom körül temető volt. Hogy kerültek ide ezek az idegen nyelvű sírkövek? Hát nem tudták, ugye? Csak biztosan holdról potyogtak, vagy mit tudom én mi. És aztán a feleségemnek is voltak kollégáim, akik ide valahogy bolostoriak voltak, és aztán megmondta, hogy hát az úgy, anyukám, hogy 924-ig az temető volt, és akkor oda temetkeztek az idegenek, az idegen nyelvű sírkövekkel. Apu, vigyázz rájukat. Milyen okos volt. Jó ötlet, ugye? Igen, mert, hát hogy is mondjam, kihűl az ember szájával, lemásolta az egészet, és nekem is alértett érdek belőle, hogyha a számítógépemben megvan. Köszönöm szépen, Kalán. Nagyon szívesen. Na, hát akkor itt láthatjuk, ugye már amennyire látszik a sétateret. Ezt a 1800-as évek elején alakították ki, itt egy ilyen ingoványos rész volt, amit a Szamos időnként elejtött. Segítségével, Hangyás Pereknek nevezték, de hát Szabóti Attilának egy nagyon jó megállapítása volt, hogy valószínűleg eredetileg Hangás Berek volt, mert azért a hangyák nem kedvelik a vizet egyáltalán, és a hanga viszont az egy olyan növény, amelyik az éppen a nedves, tocsogos területeket kedveli. És akkor az 1820-as években kezdték kialakítani a sétateret, és amikor már Veres Ferenc 59-ben készítette a felvételeket, akkor a fősétány és a mellék gyalogos sétányok már megvoltak, de persze még a pár kicsik voltak, és jól látszik innen a Felegvárról a párhuzamos három sétány. És aztán ugye
alakult menet közben, nőttek a fák, meg építettek ugye ott, ahol van az a, eredetileg az a milyen leányiskola volt. Nem, ami aztán mostan az egyetemnek a vegyészeti karáé, az eredetileg a Dözserandó féle leánygimnázium volt, ami az 1890-es években épült, és aztán a II. Világháború után a Bolyai Egyetem kapta meg, itt volt voltak a hivatal központi irodák, építettek egy amfiteátrumot, és többek között itt volt tényleg akkor is a vegyészeti kar, meg a természetrajzi kar. Hát a Feleki tető 40 után, ugye az ott volt a határa a Feleki tető alatt. Emlékszem, apámmal jöttünk ide fel, itt volt egy olyan tüzérségi látcső, egy komoly nagy szerkentyű volt, és azt mondja az egyik katona, hogy úgy látszik, hogy valami temetés van ott, mert látszik, hogy mennek az emberek a temetőbe, viszik a koporsót, és abban belenézett. Én nem értem el, mert magasabban volt, nem az én szememnek volt beállítva. És mondta apám, hogy tényleg ott látszott jól, hogy ott lehetett valahol a temető, ahol van mostan a televízió, az a torony, azon a részen. Györgyfalva... Látszik innen. Látszik, de most nem látszik. Nem látszik, mert a nap még nem úgy süti el. A református templomnak a tornya, mint egy kis felkiáltó, fehér felkiáltó jel ott a zöld közepén, de úgy látszik, hogy most még nem süti eléggé oldalról a nap. Azon túl pedig a Feleki tető nem látszik tisztán, de ott van valahol ajtón, és a nagy csolt, ami majdnem ugyanolyan magas, mint a Feleki tető. Az meg ott az Árpád tető, csak a széle látszik, az a zöld, hogy hívják a Feleki vonulatnak, a bükknek a szélén. A Hajnal negyed az egy teljesen új valami, nem csak a lakónegyed miatt, mert korábban is az elődje az az úgynevezett, mint említettem, a Szén utca meghosszabbításában, a Holdvilág utca, a Hajnal utca, Gyep utca, Gödrös utca, az már az 1800-as évek elejétől kezdett kialakulni, és akkor oda betelepedtek szelicseiek is, meg felekiek is szép számmal, és azért vették át azt a nevét, hogy Budészárból, Latin utca. Az egyikben megmaradt a Szén utca végének, mert tulajdonképpen még a Hajnal utcának is az eredeti neve Újszén utca volt. Az 1890-es években, azután lett belőle a Hajnal utca. Szén utca kapu. Szén kapu. Hát a... Szén utcai kapu. Szén utcai kapu. Igen. Az a Csizmadiáknak a tornya volt. Na menjünk akkor, lássuk, hogy menjünk oda le, mert innen fentről biztos nem lehet látni, mert fát értem. Már a magyar időben ezen volt a nagy piros-fehér-zöld rúd, zászlórúd, és rajta a piros-fehér-zöld zászló. Hol van a zászlórúd? Itt a zászlótartó. Jó, egy zászlótartó. Persze. Azt sose gondoltam, most kettő van belőle? Kettő, igen. Na, a színkörnek az elődje volt az az ünnezett Teszka Színház, ami az 1870-es években épült, és szegény Janovics Jenő milyen előrelátó ember volt, amikor felépült a, nem látszik, ott a román templomtól egy kicsit arra, de látszik ne a kettős torony a tetején a római szekerekkel, diadal szekerekkel. 1906-ra felépült az új Nemzeti Színház, akkor elhatározta, hogy 1913-ban fogtak hozzá, és építették fel a színkört. Persze nem így, ahogy most van, mert az a tetőrész, ami ott van az előtér, azt a 60-as években építették, mert ha ez nem épül fel, akkor 1919-ben Kolozsvár megszűnt volna a magyar színjátszásnak a központja lenni, mert a román katonaság már úgy jött be Kolozsvárra, a parancsnokság, hogy a színházat Janovics Jenő azonnal adja át, mert az román állam tulajdon. Azt jelenti, ez nem állami tulajdon, mert közadakozásból épült, és ő csak megbízott igazgató, aki vezeti az intézményt. De ha nem adja át, akkor a katonaság fogja kitenni a szűrét. Na,
Végül annyit megengedték, hogy egész 1919. szeptember végén még egy Hamlet előadást tartottak, de már megcenzurázott szöveggel. Mert ugye akkor az volt az első intézkedés, hogy rögtön bevezették a cenzurát, a botozást, és ehhez hasonló ilyen nyugati finomságokat. Elképesztő, az. Egy ketesdi kalotaszegi bácsi, nagyon kedves mesemondó ismerősöm mesélte, hogy hát akkor olyan 12-13 éves süttyó fiúcska volt, és Hunyadon az állomáson ott voltak a vasúti kocsik tele katonassággal. És ott elment és tett valami megjegyzést, nem tudom mit mondott, de hát egy olyan teljesen ártatlan van jó, de nem, lehet, hogy nem is volt rossz indulatuk, nyilván nem volt az. És az egyik katona mondja, nekiugrott, hogy mit mondtál te, Bozgor, mit tudom, ivadék. Megfogták, ott teresre húzták, ugye verték, hogy alig tudott hazamenni Ketelőre. Na, hát ugye... Rigó Pista bácsi, Mihály István Rigó. Ismerte? Ismertem, te Ketesdi? Nem, a feleségünk. Igen? Mondjál meg, hogy találkozott itt a Fellegvár tetején egy olyan emberrel, aki Mihály István Rigótól meséket gyűjtött. Azóta sem tudtam neki hölgyen a gyűjtőknél feldolgozzam, pedig az öreg úr olyan ízletes, zamatos magyarsággal mondta, egyet letközöltem egy kis könyvbe, a technésnek a pillanatójába, de azóta nem volt időm, hogy hozzáfogjak is foglalkozni. Remélem, hogy nem jobb. Most nem szóltál a minőtet a templomnak, nem ugyanúgy adták oda? De, hogy ne, a császáriak, azok minden áron a reformátusokat és az unitáriusokat, hogy is mondjam, vissza akarták szorítani. Az egyik magyar főúrot Balázsfalva környékéről egy jó nagy területet adományozott a görög katolikusoknak, hogy tudjanak építeni papneveldét, meg templomot. Ez a nagy balázsfalvi templom. És akkor a kispapok, meg a papok, ugye, lévén, hogy most már Róma elismerték, akkor jártak Rómába tapasztalat cserére. És ott meglátták a Traianus oszlopát, és a Traianus oszlopát meglátták, hogy viszik a rómaiak a dákokat rabszolgának. És akkor azt mondták, hű, apám, hát akkor ő vagyunk az őslakosok. És Innocenzio Miku Klein, aki nyilván valamilyen száz szálakkal is rendelkezett, ő írta meg aztán a erdély történetét, hogy törtek be a magyarok, és hogy igázták le az őslakosokat, és így tovább, és így tovább. De az igazság az, hogy ennek van egy másik szála, egy Nagy Jenő nevű néprajzkutató, nem tudom, hallottál róla, Zoli? Nagy Jenő. Hát az egy szenzációs ember volt az öreg úr. Én emlékszem, a Nagy Jenő tanára ott lakott a Osa kollégiummal szemben. Igen, a Király utcában. Király utcában. Nem a Farkas utcában, a Király utcában. Király utcában. A református népiskolával. Majd Bajussza volt. Nem. Akkor az más Nagy Jenő. Egy magas horihorgas ember volt. És akkor valamikor 81-ben vagy 82-ben kihozott egy nem tudom milyen néprajz kötetet, és abban ilyen különböző tanulmányokkal, szászokkal kapcsolatban, és meg evel, meg ava. És hát a legnagyobb és a legkellemesebb meglepetésemre látom, hogy leírja benne azt, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy egy szóval is összefüggésbe hozna, az 1600-as évek elején valamikor 1500-as évek végén a Krímfél-szigeten gót maradványokat találtak. Mire az erdélyi szászoknak rögtön felragyogott a szeme, és azt mondták, hogy hoppá, akkor mi is gótok vagyunk, és mi a gótok ősei, a gótok az őseink, és az ő leszármazottai vagyunk. Erre megmutatták ugye a első András, meg a többieknek az okleveleit, amivel betelepítették, és honnan, az alsó Rajna mentéről, meg mit tudom én honnan, nem tudom miért adták nekik azt a szász nevet, mert azok egyáltalán nem Szászországból jöttek. Flamandia. Meg Bajorországból, igen, Flandriából, Luxemburg, tehát az alsó Rajna vidékéről, és a nevekből látható, és Bajorországból. Na akkor a
szászok ugye nem erőltették a dolgot, volt annyi eszük, hogy hát akkor abba hagyták ezt. Igen, ám, de pont akkor ez a Klein is valószínűleg tudott erről a dologról, és hát akkor azt mondta, állj meg, Vándor, hát ha nem a szászok az őslakosok, akkor mi vagyunk az őslakosok. És akkor közben jött még a római, hogyják, Trajanus oszlopa, amit dicső polgármesterünk fel akart állítani a főtéren, szerencsére még ide nap előtt belebukott, és akkor már nem volt ideje, hogy felállítsa, csak az alapot tette oda. Hát különben minket az nem zavart volna, csak hát ők oda jártak volna imádkozni, mondjuk ennyi lett volna az, ami kicsit... Nem hazugság lett volna. A Farkas úton útfelyen az egész országból van. Az igen, most már mindenütt. Ezt Kolozsvárnak küldték a rómaiak 1921-ben, de most már van Dézsen is, van Tordán is, aztán a fene tudja, hogy mikor. 1987-88-ban jelenik meg Magyarországon a háromkötetes erdély története. Az első kötetet Makkai László írta, a püspök fia. És ő írja az Erdély történetében a dák időkkel foglalkozva, hogy a rómaiak az egykori feljegyzések alapján lehet ezt rekonstruálni. Kétféle lakost találtak az elfoglalt Erdélybe, Dáciába. Hát akkor még sapkás dákokat. Kucsmásokat. Vagy kucsmás. Igen, igen. És a nagyhajú, csopos népséget, a sapkás vagy kucsmás, ahogy te mondod, az kipusztult. Az volt a Decebál féle főrangú, amelyik rabszolgasorsba tartotta a nagyhajúakat. De a rómaiak azt felszámolták, akit nem számoltak fel, azok elmenekültek. Hát ott nem volt, és erre vannak... A rabszolgák maradtak? Vagy a rabszolgák maradtak. Hát a rabszolgák azok maradtak. Ezt érdemes, nem tudom mennyire hozzáférhető ez a... Hát nekem megvan a háromkötetes is, meg a, szerintem még az Erdély rövid története az még jobb, mert jobban, alaposabban kifejti ezeket. Csak Makkaitól vagy? Nem, az egész, hát az jaj, az nem, az mindegyik több szerző volt, tehát például az első, hogy mondjam, a három kötetben, az első kötetben Bóna István is ír egy nagyon részletes fejezetet, és ő volt az első történész, aki megszáfolja azt, hogy anélkül, hogy ezt ki kimondaná, hogy nem az Óvár volt Kolozsvárnak az a magja és a legrégebbi része, hanem az ispáni vár monostoron. Tudnik, az egy magaslat, védhető magaslat, semmiképpen nem egy ilyen sík vidéken álltak neki. Csak ez... cigánypatakoktól körülvéve, hát az is, ez a szamos, és egy olyan magaslaton van, ami tényleg könnyen védhető volt, kiépítették ugye azt a föld gerenda sáncvárat, és akkor az egészen, amíg az ispán, például Lupescu Radu, a nagy magyar történész, mert az, ez az igazság. Én megmondom őszintén, hogy mikor először olvasom a Lupescu Radu, és erről ír, és arról, mi az Antikrisztus. És megyek Budapestre a vonaton, és két hölgyel ülök egy fülkébe, és nem tudom, hogy ott a várat felé közeledve, hogy na hát akkor mutatkozzunk be, és mikor én mondom azt, hogy asztalosan nem mondja semmit, mert magát ismeri. Mondom, jó, csak mondja az egyik hölgy, hogy Lupescu-né. Mondom, hogy csak nem annak a történet. De igen, azt a férjem. Csak mondom, már ne haragudjon, nem akarok indiszkrétálni, de mesélje már el nekem, hogy lesz egy Lupescu Radu-ból magyar történet. Csak hát elmondta. Hát, hogy a nem. A gyökerek visszanyúlnak korábbra. Az első világháború után egy Lupescu Radu nevű regáti úriember feleségül vette a boncidai református papnak a lányát, és akkor született egy fiú, Lupescu Radu II, aki a református kollégiumba járt, egy évvel lenne mindén, de érdekes módon, én nem tudtam róla, nem. Ott volt kántor, Lászlófi Aladár, Csoma Zoli, Dezső Gyuri, Buchwald Peti, meg a fene tudja ki, de erre a névre soha nem is hallottam. És akkor azt mondja, hogy ennek a Lupescu Radunak is, ez is elvette magyar nőt,
és ennek született egy fia, ez a Lupescu Radu 3, aki a Bátoriba járt, és aki egyetemi tanár lett, méghozzá történelem szakos egyetem, de szenzációs ember, azt kell mondanom, igen. Ez most így ő olyan szépen leírja ezt az egész ispáni várta, az egész monostori eredetet, meg mindent, hogy le a kalappal. Szóval az Erdély Múzeumban jelent meg ezelőtt, vagy 6-7 évvel, 8, nem tudom pontosan, egy tanulmánya, abban aztán fantasztikusan kimeríti ezt a kérdést. Hogy először ispáni vár, ahol de nem mindig tartották ott a megyegyűléseket, mert rövid idő múlva már az ispán a saját birtokán, a saját várába tartották, oda hívatta meg a megyei urakat, és akkor az 1060-as években, ugye, ha igaz, akkor első László, vagyis Szent László, később Szent László volt az, aki ide telepítette a bencéseket, a benedekrendieket, és akkor, tehát az tulajdonképpen ispáni várnak épült, és utólag lett belőle aztán bencés apátság. És akkor már a megyegyüléseket, azokat már jobbra-balra tartották, és később már nem írják le az ispánoknak a nevét, mert akkor már Erdély az a Vajda fennhatósága alá került, az erdélyi Vajda fennhatósága alá, és akkor a központi, hogy mondjam, iratokban az erdélyi ispánok már nem szerepelnek. Ez az 1100-as évektől. Azok a kezdeti idők, azok fantasztikusan izgalmasak, így visszatekintve erre, hogy tulajdonképpen miből lett a cserebogár. A második Lupescu Radu, ha él. Nem él. Nem él? Nem él, meghalt. Akkor itt kéne legyen 24-én, mert 60 éves találkozójukat tartják Kántor Lajosék. Tudom. Tudom, te jössz. Hát én nem velük végeztem. Nem baj, de azt mondta, Lajos azt írta, hogy mindenkitnek szeretette, minden kolozsvári. Hát én nekem nem volt, iskolatársom volt ez az egész társaság, de hát mit mondjak, az egyik teremben ők voltak, a másikban mi. Na, én nem megyek. Mert ő ott mondott egy párat a kalabeli tanárokról, hát én nekem meg más emlékeim vannak más tanárokról, amiről ő nem ír. Na, mehetünk akkor egy kicsit meg a stadionnak a teteje fölött van egy kisebb tömbház, és a fölött látszik a monostori templom. A hajó is, meg a szentély is egy olyan kis tudomiskával. Az a Gergely havas ott az a hármas csúcs, az 1300 valahány méter körül, és attól balra az egy öreg havas. Vagy az, nem, az az öreg havas ott, amik olyan, csak éppen úgy felsejlik ott a láthatáron, eléggé kékes, ködös, hogy hívják van. Az 1820 valahány méter körül van. Ott még repülőtér is volt, amikor 1957-ben Kisbányára mentünk terepgyakorlatra, és mint első éves természetrajz földrajz szakos nebullók, és a menedékházba elindultunk az öreg havas felé. Egyszer csak egy őrjárat állított meg az erdei úton, hogy fiüleknek tovább kus. És aztán tényleg ott láttuk ezeket a lánctalpas szállítókat, hogy vitték fel az üzemanyagot, meg mifélét oda, és mondták, hogy ott van repülőt. Aztán fel is figyeltünk arra, hogy ott dönögtek ezek a kicsi egymotoros vadászgépek, még a nem hőlégsugaras, hanem duatyú motoros háborús időkből visszamaradt, mit tudom én, milyenek voltak. Messzes mitek biztos már nem. Se helyikelek. Hányik akkor visszaesen egy román ismerősöntől, aki nagyon kiválóan tud magyarul, szokott küldözgetni nagyon sok érdekes dolgot. Kapok tőle a múltkor egy anyagot. Van egy, aztán rájöttem, először megdöbbentett, hogy mi a fene akar ez lenni, hogy a legújabb génvizsgálatok szerint, amit amerikai génkutatók is megerősítettek meg, ez a nagy osztrák tudós, akit úgy hívnak, hogy Paul Landwein.
ez a magyar gyűlölő, kisütötték, hogy a magyarok a gének alapján tulajdonképpen nem is magyarok. Mert azt mondja, körülbelül egy olyan 50%-a szláv, 30%-a román, a maradék a zsidó, cigány, és ami marad a végén, mit tudom én, 2-3-4-5% az magyar. De mi magyarul beszélnek, de nem magyarul. És akkor rájövök, állj meg, Vándor, hát van egy zseniális román tudós, akit úgy hívnak, hogy Mircea Dogaru, aki a Ilie Ceaușescu-nak a hadtörténeti intézetében volt történész. Ő megállapította, még a Krisztolyónak van egy História nevű folyóirata, azt hiszem havi lap, 15 vagy 10-12 évvel, még lehet annál is több, hogy tulajdonképpen a magyarok nagyon firkás, ravasz fickók, mert két nevet használnak. Az egyike az ungár, másik a magyar. És azt most már nem tudom pontosan, de az egyikkel az egy ilyen becsali, becsapós valami, azt a külföldieknek úgy mondják, de az ők nem azok. Például azt mondja, hogy az ungár név az Ungvárból jön, mert hogy ott építettek először ezek a rabló magyarok maguknak várat, és akkor a Hungvár volt az eredeti neve, ez egy ilyen akkora ostobaság az egész, hogy bizony Isten mondom, az ember akar nevetni ezen, akkor érdemes elolvasni. És akkor a magyar most már úgy írja, hogy mogyol. Mert ugye mi azt mondjuk, hogy a, ők úgy hallják, hogy o. Ezt onnan tudom, hogy a katonaságnál is, a munkaszolgálatnál is, meg akárhol, a román környezetben most is, ha megtanultam egy 100 sráccal, akivel együtt voltunk munkaszolgálatosok, hogy akárhogy mondtam a nevemet, én gondoltam, Asztalos Lajos, mire le van írva, azt mondják, Osztolos. Jön a német gyerek, a brassai 100 gyerek, és kérdi a politruk, a politikai tiszt, mindenkinek a nevét megkérdezte. Haptákba vágta magát, mindegy, olyan jó Wehrmacht katona, és azt mondta, Hasdorfer Gunther! Ez meg csak nézve, úristen, ezt le lehet írni? És akkor elkezdte betűzni betűnként. Elmondta szépen román kiejtéssel, hogy has, két L, azt mondja, S, D, O, D, R, F, E, R. És a G, a Günthert is, hogy G, U, D, és így, na mondom, apuskám, akkor én sem leszek többet osztolos. És azóta mindig úgy mondom, elmondom, Asztalos Lajos. És utána kezdve, A, S, Z, T, A, L, O, S. És nézd oda te, ezt le lehet írni. De egész másképp jön ki, mint ahogy mi mondanánk. De hát az A a diftongusaidban benne van, ki tudják ejteni. Igen, de nehéz kiejteni, és mondom, hogy az ő fülük ott hal, mert náluk nincs A. Igen, az én bátyám is Csóbó, a feleségének. Na, ugye? Csóbó. Na, azért mondom, és hogy... És bírja a bátyám. Rémes. Na, szóval elég az hozzá, hogy akkor mi tulajdonképpen mogyorok vagyunk. Igen. Hát azoknak a génjeit kéne a génkutatást, hogy mi a fenének vájkálnak annyit ebbe a magyarságba. Nem egy név, hanem mondok, én mondok egy érdekes dolgot. Ezelőtt van jó 15 évvel, vagy még annál is több, amikor a Duna TV beindult. De a legviccesebb az, hogy ő azt mondja, hogy a gén, és akkor amerikaiakat, ott angol nyelvi szövegeket hoz fel, hogy ez mondta, azt mondta, ez ezt mondta, az azt mondta, de mindegyik így jön ki, hogy 50% szláv, 30% román, nem tudom hány százalék cigány, és a végén egy icipici rész az, ami tulajdonképpen mogyor. Na most... A vicces a dologban az, hogy amikor elkezdték Baszarábának, az első fejedelemnek a génjét vizsgálni, a Kurtea de Árgyési vagy, ahogy van magyar neve, Argyas udvar. Igen, az volt az eredeti neve, Argyas udvaron, a kastromba, ugye Baszarábának a génjeit vizsgálgatni a csontjaiből, azonnal leállították az egészet. De miért? Azért, mert ő tulajdonképpen kun volt. Persze. Hát erről van, persze. Ott a vezető réteg kun volt. Na most a Duna TV-ben vagy két alkalommal is hallottam tényleg magyar génkutatóknak a véleményét, hogy a magyarságnak valóban
a legnagyobb része a gényeinek szláv. Hát ez normális. Hát most már ne izéljünk, hogy mi törökök vagyunk, vagy ez. A nyelvünk az finnugor, de hát az akkor volt, és azóta keveredtünk, hát itt egy, mondom, egy szláv tengerbe cseppentünk bele. Az egész Európa egy nagy kohó, hát aztán... Igen, de itt az egy szláv tengerbe kerültünk be, és akkor nyilván még jöttek ugye olaszok, jöttek germánok, jöttek mit tudom én kik, és azt mondja, hogy a legnagyobb része a magyar gén, a magyarság génjeinek lengyel, ukrán. Hát a lengyel az jó egészséges, mi azt elfogadjuk, nem? Hát akár fogadjuk, akár nem, ez van lengyel-ukrán, lengyel-ukrán, és van germán, és azt mondja, hogy például a székelységnek a génjeiben, nem tudom, 2 vagy 3% afrikai. De igen, hát végül is az egész emberiség az Old Dubaiból való, úgyhogy akkor ezen nincs mit csodálkozni, ugye? Lehet, hogy a székelyek egy olyan csoport volt, amelyik az idők viharába ide-oda, ugye vándorlatonképpen a székely csatlakozott nép, egy a magyarsághoz csatlakozott nép, azok nem voltak eredetileg magyarok, nem tudjuk, hogy milyenek voltak, de Gellért Sándor egy költő volt az, aki tulajdonképpen megfejtette, hogy a székely név az mit jelent, és mi az eredete. Finnből fordított, finnül anyanyelvi szinten tudott, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a székely egy olyan összetett szó, mint az erdély. Erdő elű, erdő elve. Tehát azt jelenti, hogy az erdő előtt, ugye? Vagy az erdőn túl, mint azt mondja, havas elve, híd elve. Egyedül a híd elvében maradt meg tisztán ez a szó, hogy elve. A többiben nincs. Erdélyben teljesen elő. Erdő elű, erdelű, és a végén erdély. Na most azt mondja, a szék, az eredetileg a székely az a szik elű volt, tehát törzs, a szik az, mint törzs, és az elő pedig azt jelenti, hogy a törzs előtt. És valóban a csatlakozott népek, tehát ezeknek a pusztai lovas nomádoknak ez volt a szokásuk, hogy amikor ugye ottan összeakadt a bajuszuk a legeltetés közben, mert azért a puszta is olyan, hogy akár mekkora, de egy idő után csak összetalálkoznak. És az erősebb ugye legyőzte a gyengébbet, akkor nem írtotta ki, nem hányta kardélre, hanem vérszerződést kötöttek, de a csatlakozott népnek az volt a, ugye nem, semmi bántodása nem esett se a nőknek, se a gyerekeknek, senkinek, se az öregeknek, ellenben, amikor hadba vonultak, a csatlakozott nép, a szik elű, az volt, amelyik a törzs előtt ment, ő volt az elővéd, a felderítő. Mikor visszavonultak, ő volt az utóvéd. És akkor idővel teljesen elmagyarosodtak nyelvbe, hát ez érthető. Úgy, mint ahogy az onogurok is, ugye, hiába voltak uralkodó, ők, hogy mondjam, uralkodó réteg, ugye, a magyarság fölött, teljesen elmagyarosodtak, ugye. És éppen a nyelvészek tudják kimutatni a legjobban a nyelvből a különböző nyelvi rétegeket, ugye a csúvas török, a mit tudom én, milyen törökségi nyelveket, amik hogy kerültek a magyarok velük kapcsolatba, a kazárokkal, ugye? De ez nem azt jelenti, hogy mi törökök vagyunk. A nyelv az finnugor, az tagadhatatlan, és a népbe pedig, ahogy találkoztunk ezekkel is, azokkal is, ide-oda jövett menet, kiderült, hogy a szláv gének azok többségbe kerültek, és ebben nincs semmi szégyeltni való végül is. Ja igen, és még ez az okos, ez a dogár hozzáteszi, hogy igen ám, de a szlávok azok indiai eredetűek, mint a cigányok, tehát akkor a szlávok is cigányok. Benkő Eleknek hallgattam egyszer előadását, és ő vagy 10 évig ásott Székelykeresztül hát a környékén, és ő gén szempontjából úgy véleményt mondogat a székelyekről. A mi nyelvünk az ősgörös. Hogy még lehet, hogy még hun elemek is vannak. Hun? Hát hun. Hun? Na, lehet, de hát az nagyon kevés. Tehát nincs kizárva. Nincs kizárva, de az nagyon szóval kevés. Szóval nem hangsúlyosan, de... Jó, de ezek az ilyen Csaba királyfis dolgok, ezek ilyen szép szájhagyomány. Könyörgöm, hát minden népnek van legendája. Persze. Hát aztán egy szép persze, legenda azt jelenti, hogy nemes lélek, és... szép legendát hozott létre. Attila hunnyai között biztos voltak magyar törzsek. Hát az egykori nagy hunnyi hát oldalom, azt az én nem terjed. Tudom, de mindesetre azért akkor még a magyarok, amikor a hunok Európába
Ugye a katalanaubi csata az valami 400-as években, nem tudom pontosan mikor volt. Akkor még a magyarok... Mikor? 476-ban volt a nomad. A katalanaubi csata. A magyarok akkor még valahol ott a Volga, Oka, Káma folyó környékén, még az onogurokkal, még akkor talán kezdtek ott kukoricázni, de még az sem biztos, mert később telepettek rájuk az onogurok, amelyik tényleg egy törökös, törökségi törzs volt, és mind a többi török törzs is, ugye a magyarok azok földművelő nép volt, de volt lovuk, mert a ló az egy magyar eredeti szó, de nem voltak a magyarok, akkor nem voltak még lovas nemzet. Azután lettek, amikor az onoguroktól megtanulták, hogy hogy kell a ló, vágtató ló hasa alól kilőni a nyillal úgy az ellenséget, hogy el is találják. Hát az valami zseniális dolog, komolyan mondom. Igen. Hát a magyar nyelv az ösgörös nyelvvel rokon. Mivel? Az ösgörög. Ah. A görög az indogermán nyelv, úgy mint ahogy a, csak egy ága, úgy mint ahogy az örmény is egy indo, csak egy olyan külön álló ága az indo, most vigyázzat. Általában az elmélet, az a bevett szokás, hogy indo-európai nyelvekről beszélnek. De ezt egyes nyelvészek cáfolják, hogy ez az elnevezés nem helyes, mert az, hogy indo-európai, ez nem jó. Mert itt Európában még más nyelvek is vannak, nem csak ezek a nyelvek. És ezért jobb, ha indo-germánt mondunk, mert abban beletartoznak a szlávok, a latinok, a germánok, German. Ugye? Igen. Azon kívül a görögök és az örmények, ugye? De a baszkok, a magyarok, a finnek, az esztek, a skótok, de a skótok azok is indogermánok, bocsánat, a kelták is indogermánok, azok is indogermánok, persze. Az egy ága az indogermán nyelvcsaládnak. Itt Európában az, amelyik az őslakos, igazi őslakos, az a baszk. Mese nélkül. És eredetileg az indogermán népek európai betelepedése előtt, hát nyilván a népsűrűség nagyon kicsi volt, akkor a baszkok a Kaukázustól egészen az Atlanti-óceánig, az egész területen a baszk nyelvnek, a baszk nyelv, nép őseinek a ősei lakták. És ez azzal is magyarázzák, bizonyítják, hogy a görögök még 2500 évvel ezelőtt két Ibériáról beszéltek. Egy nyugati és egy keleti Ibériáról. A Kaukázusi hegységet is Ibériának nevezték, és az Ibériai félszigetet is Ibériainak nevezték. És lehet, hogy van benne valami, hogy, mert azt mondják, hogy vannak bizonyos hasonlóságok a baszk nyelv, és csak hát ott a Kaukázusban is ugye olyan keveredés volt, hogy az ingusok és a csecsenek nyelvében vannak olyan elemek, amelyek egybevethetők a baszk nyelvnek a bizonyos elemeiben. Mindenesetre, hogy a baszk egy ősi nyelv, az tagadhatatlan. Szóval olyan, hogy egyedülálló, és hogy is mondjam, és ez, hál' Isten, nem lehet sem. Mindig megvan, szóval ez nagy dolog. Hát nagyon szívósak, az de biztos. Hát igen, van egy olyan, van egy baszk, spanyol baszk, baszk spanyol szótár, amit nyilván ők adtak ki, és abban megvan, hogy a Római Birodalom hódítása előtt körülbelül milyen területek tartoztak az akkori baszk földhöz, és kiderül, hogy Akvitánia, délnyugat Franciaország az teljes egészében baszk volt, és az Ibériai félszigeten Katalóniának az északi része jó részt, és Okasztíliának a jó része is. A nyelvi hatások, hogy például és szavak, hogy a baszkba és a portugálba és a balnak azt mondják, hogy izquierda, izquierda. Ugyanígy mondják a baszkok is. Esquer, ő azt mondja esquer. Szóval rendkívül érdekes dolog, de hát nyilván, hogy ott is na igen, és még van egy, ami náluk úgy látszik, hogy nagyon jól el tudták magukat szigetelni, vagy el voltak szigetelődve, hogy az új lécek, az új lenyomatnak a léce, azt mondja, hogy a baszk tolvajnak nem érdemes lenni, mert olyan egyedülálló új lécrendszerük van, hogy azonnal felismerik, hogy hoppá, ez baszk. És a vércsoport. Ők nulla negatívok, de mind. Köszönjük szépen, Tláru! Hát, nagyon szívesen. Na hát elnézést, hogy egy kicsit elhúzott a beszélgetés. Jó, viszont minden jót.
Na, hát akkor... a franciák a trójai népből származnak tulajdonképpen. Dehogy is. Az is egy... Ami megmaradt az is egy a trójából. Az is olyan kevert nép, mint akármelyik másik. Pontosan... Hát ott vannak a gallok, ugye, de már a gallok előtt ott voltak a másik őslakok, akiket nem is tudjuk, hogy kik voltak. Akkor a gallokra jöttek a latinok, akkor jöttek a frankok, jöttek a pikárdok, a normanok, a fene tudja még kik, és akkor kiderült, hogy van egy nép, amelynek az a neve, hogy frank, francia, de ő latin. Ezek valami juhásznépből származnak, akikkel vagyunk most közösen. Olaszországból, azok jártak a juhokkal, és akkor volt olyan terület, ahol... Csak szivárgoknak nevezem őket, ugye a hegyeken. Nem, szóval az igazság az, hogy tulajdonképpen a nyelvüket illetően az Dél-Itáliából való. Tehát Dél-Itáliából voltak telepesek, akik áttelepettek a Balkán-félszigetre, de a Pindosztól északra. Tehát az érdekes az, hogy a római hódítás a görögökre úgy pergett le, mint a rucáról a víz. Mert a görögnek sokkal magasabb és nagyobb szintű műveltsége volt, mint a rómaiaknak, és ezért a rómaiak átvettek görög szavakat, de a görögök latin szavakat egyáltalán. Így van, az összes isteneiket átkeresztették. És a latin nyelv csak ott maradt meg a Pindosztól északra, tehát a görög nyelvterülettől északra. Macedónia, ugye? Illíria. Macedónia, ugye? Igen. És az albánok, az megint egy indogermán nép, az is egy nagyon érdekes dolog, az albánok nem a tengerparton laktak eredetileg, hanem a mai Macedónia területén, Dél-Szerbia vidékén, és ott együtt éltek a románok elejével, mert az ilyen szavak, hogy liváda, meg ehhez hasonlók, azok mind megvannak az albánban és a románban. Igen, de csak ebbe a két nyelve. És valamikor együtt voltak, csak aztán szétváltak. Vándoroltak. Ezek északra indultak. Nem, ezek északra indultak, és az albánokat meg kinyomták, a szlávok kinyomták a tengerpartra. Szegény albánok. Igen. Bár Gál György nagyon-nagyon. Igen, nagyon írja ott, igen, nagyon érdekes. Igen. Nagyon érdekes. Ez egy külön történet, a skipetárok, vagy ők mondják, nem is tudom, hogy skipetár, vagy skipéria, vagy hogy nevezik magukat, de valami afféle. Hát ez sok megfejthetetlen dolog van, mert amikor nem volt írásbeliség, igaz? Igen. Akkor csak szájhagyomány volt. Igen, de a nyelv az hát a legnagyobb, igen. Igen, a leggazdagabb könyv, hiába, mert azt ki lehet bogozni. Ezért például a... Hát de nagyon jó nyelvész, tudósok kell legyenek ahhoz, hogy ne déli bábos következtetéseket, ja, hanem feleggyáró, mondta Szabóczi Attila, a feleggyáró nyelvészet, és feleggyáró történelem tudom. Egy kevésen lapáttal. A filiszteusok az illír partokról hajoztak át Palesztinába. Honnan? Az illír partokról. Igen? Hát az... Mikor? 3000 évvel, vagy 4000 évvel? 3 és fél. És ezekből a filiszteusokból lettek Abraham, a palesztin nép, na. Igen. Ez egy nagyon érdekes mozgások. Igen, igen. Persze. Igen, az FP átalakulás, hangátalakulás, ez megvan sok nyelvben, tudd meg. Sok nyelvben megvan. Hát de a finnugor nyelvekben is, ugye finnül használják a fejnek, hogy pe. És már fönicia nép egész hát más, mint a... Hát a finn nyelvet az életben nem tudtam megtanulni, úgyhogy az csak maggolni lehetett egy... Hát de például az, hogy van egy ilyen mesterségesen, hát nyilván összeállított mondat finnül, ami a magyarul érthető. Kala uiskele elevene vedden alla. Hal uiskele elevenen a víz alatt. Igen. Igen. Hát a KH átalakulás az egyik sajátosság, és a víz pedig a ved, ugye? Volt egy eszlevelező barátom, aki mikor megtudta, hogy én magyar vagyok, akkor elkezdett ájúdozni, hogy hát akkor mi rokonok vagyunk, ember! Hát végső soron igen, persze. Igen. Mert két lábon jár mindenki, akkor mindenki. Hát jó, de például küldött újévi üzletet, és azban mondjuk az első szó kivételével, a többit azt én már rögtön értettem, azt jelenti, hogy boldog új esztendőnek, mint a head, út, áztát. Az út az új, és az áztát az esztendőt.
a tárgyeset. Szeretettel köszöntök mindenkit, kellemes. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen köszönjük.